Kevés olyan vers van Saul leveleiben, amely nem okoz problémát az embereknek. Fejezetekről vagy könyvekről nem is beszélve. Azonban talán egyik sem annyira ellentmondásos, mint a Galatákhoz írt levele. Ezért ebben a sorozatban ezt fogjuk megvizsgálni. És meg fogjuk nézni versről versre, hogy mi is az, amit valójában Saul mondani szeretett volna, illetve mondott, és hogyan is kellene értelmezni az ő szavait. A Galatákhoz második fejezet pedig így folytatódik, így folytatja Saul. Azután 14 esztendő múlva ismét fölmentem Jeruzsálembe, Barnabással együtt elvivén Titust is. Fölmentem pedig kijelentés következtében, és eléjük adtam a jó hírt, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen. Arról beszél, hogy ezúttal elmondja a jó hírt azoknak, akik a vezetői ennek az új útnak, hogy meglássa azt, hogy egyetértésben vannak, és nehogy félrevezesse az embereket, illetve nehogy két különböző jó hírt, illetve utat hirdessenek azoknak, akik keresik azt. Harmadik, de még a velem levő Titus sem kényszerítetett a körülmetélkedésen, noha görög vala. Tudnélik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melyel bírunk Messiák Jehusában, hogy minket szolgákká tegyenek, kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy a jó hír igazsága megmaradjon számotokra. Körülmetélésre csak annyit beresít, 17-es fejezet beszél erről a szövetségről, melyet Jahua köt Ábrahámmal, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy ekkor még szó sem volt zsidóról. Mindenkinek meg kell értenie azt, hogy ekkor még nem volt szó zsidóról. Ez a szövetség Ábrahám és minden leszármazottjának a szövetsége Jahuával. Ez a fejezet erről a szövetségről beszél, a második fejezet, és megkötöm az én szövetségemet én közöttem, és te közötted is felette, igen, megsokasítlak téged. Ezek után így szól a hetes versben, és megállapítom az én szövetségemet én közöttem, és te közötted, és te utánad, a te magod között, annak nemzedékei szerint örök szövetségül, te utánad, a te magod között, örök szövetségül. Ez egy örök szövetség nem csak vele, hanem az ő magjával, ő utána, mindörökké. Annak felette mondta Elohim Ábrahámnak, te pedig az én szövetségemet megőrized, te, a te magod, te utánad az ő nemzedékei szerint. Nem csak, hogy ő, az ő összes leszármazottja. Ha az emberek ma azt mondják, hogy ők hit által Elohim, vagy Ábrahám leszármazottjai, akkor nekik ezt a szövetséget meg kell őrizni. Márpedig ezt mondják, és elfogadják ezt akkor, mikor arról van szó, hogy a hitük megvan, azonban mikor a cselekedetekről van szó, akkor már nem. Galatákhoz 3, 6-tól 8-ig így szól, miképpen Ábrahám hit Elohimnek és tulajdonítatott néki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai. Aki pedig Ábrahám fia, annak itt van egy szövetség, Bereshit 17-es fejezetben, amit meg kell tartania mindörökké. 10-es. Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem, és ti közöttetek, és a te utánad való magod között. Ha valaki azt mondja, hogy aki hitből van, az Ábrahám fia, akkor az az ő magja. Az azt jelenti, hogy úgy cselekszik, mint Ábrahám. Nem az, hogy úgy érez, úgy gondol, vagy úgy hisz, hanem hogy úgy cselekszik. Erről beszél itt a 10-es versben. Minden férfi körülmetéltessék nálatok. És ekkor még nem volt zsidó. A zsidó évszázadokkal ezután lépett a színre. Évszázadokkal ezután. És metéljétek körül a ti férfi testetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek a jele. Akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, aki nem a te
magodból való. Erről beszél itt Galatákhoz, hogy mindenki, aki hitből való, az Ábrahám fia. Mindenkire vonatkozik ez a szövetség. Mármint aki része akar lenni a szövetségnek. 13. Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született, a pénzeden vett. Mindenki az idegen, és az is, aki az ő leszármazottja a test szerint. Ekkor még nem volt zsidó. Nem, hogy zsidó nem volt, ekkor még nem volt Izrael sem. Még nem volt Jehuda törzse sem, amiből később a mai nap úgymond a zsidók lettek. Úgyhogy itt ez nem vonat, ez nem egy zsidó törvény, ez arra vonatkozik, aki Ábrahám fiának tartja magát. És örökkévaló szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken. Ez az, amit meg kellene értenie mindenkinek. Azt akarja, hogy az ő szövetsége az ember testében legyen benne. Mindörökké, ez mindörökké ott van az ember testében. Ettől nem tud megszabadulni. Nem ez az, amitől ő igazzá válik, vagy üdvözül, vagy megváltást nyer, vagy újjászületik. Mint ahogyan tanították ezek az emberek itt, amiről Saul beszél. Ez csak a hitnek az egyik jele. Ábrahám hitt Elohimnek, és tulajdonítatott néki igazságot. Ábrahámot a hite igazította meg, ami cselekedetekben nyilvánult meg. És mit csinált erre Ábrahám? Ugyanazon a napon metéltetett körül Ábrahám és Ismael az ő fia. Ábrahám 99, Ismael 13 éves volt. És házának minden férfi tagja háza szülöttei, és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körülmetéltetének. Mindenki, aki hitt, megcselekedte ezt. Ábrahám 99-es esztendős valamikor körülmetéli az ő férfi testének bőrét. 99 évesen megtette még azon a napon, amikor Jahua megkötötte ezt a szövetséget vele. Mi volt a szövetség? Második vers is. Megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és felette igen megsokasítlak téged, ami engem illet, ímhol az én szövetségem, te veled, hogy népek sokaságának atyává leszesz. Mit csinált Ábrahám? 99 esztendős volt, amikor körülmetéltetett, és még ugyanazon a napon, mikor ezt a szövetséget megkötötték, megtettem. Miért? Mert Ábrahám hitt Elohimnek, és tulajdonítatott néki igazságú, megtette azt, amiről Elohim beszélt neki. Miért is kell ez hit? Hiszen nem láthatta meg ezt az ígéretet életében. Tudta, hogy nem fogja meglátni, hiszen az ember nem lehet népek sokaságának atya, amíg él. Ezt tudta Ábrahám is. Ez a hit. Ő elhitte, hogy Elohim meg fogja cselekedni azt. Ezért megtette előre, amit az követelt tőle. Ezt nevezik hitnek. Természetesen Ábrahám később is ugyanígy élt. Bereshit 26-os fejezet 5-ösből kiderül, mivel hogy hallgatta Ábrahám az én szavamra, megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet, törvényeimet. Azaz neki ugyanúgy megvoltak ezek, mint ahogy mindenki másnak. Hiszen ez az, amivel bizonyítja az ember a hitét, hogy úgy él, ahogyan Jahua az parancsolja. 8-as előre látván pedig az írás, hogy Elohim hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Ez volt az ígéret. Ki ez az áldás? A megváltó, a Messiák, Jehusá, Hamásiák, aki Ábrahám, Izsák, Jákob, azaz Izraelen keresztül eljutott a világra. Ez volt az a vonal, ahonnan megszületett a megváltó. Ezért mondta, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Mikor? 3-4 ezer évvel azután, hogy Ábrahám megcselekedte ezeket a dolgokat. Ez a hit. De akit érdekel, biztos megérti. Avri zsidókhoz 11, a hit pedig reménylet dolgnak valósága, nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez az, amit Ábrahám itt tett. Ő remélte azt, hogy ez be fog következni, és nem látta, de meg volt győződve róla. Ez a hit. Ezért tulajdonította ezt igazságul neki. A hitét. De a hite cselekedetekben kellett, hogy megnyilvánuljon. Különben nem, ha csak leült volna, és elkezdi mondogatni, hogy jó, oké, körülmetélem, értem, oké, nagyszerű. Á, biztos nem úgy gondolja, mert ő nem olyan, őt nem érdekli, hogy én mit csinálok, ő csak szeret engem, és elfogad, ami ennek, azt megfogja, azt visszamegy úr városába. Vajon akkor is itt tartanánk-e, vagy ő ott tartott volna-e?
Az egy óriási kérdés. Ez az, amit ma az emberek tesznek az által, hogy nem engedelmeskednek a törvényeknek. Persze, a hit az, ami megigazítja, ezt tudjuk, láttuk, le van írva számtalanszor, de a hit cselekedetekben kell, hogy megnyilvánuljon. A kettő kéz a kézben halad. A hit elengedhetetlen, hiszen hit nélkül lehetetlen Elohimnek tetszeni. Miért? Mert aki elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Őt kutatni kell, keresni kell. Ez a lényeg, ez az, amit akar. Hogy azok a dolgok, amiket ő itt elrejtett, azokat kikutassa valaki. Valaki, akit ez érdekel, és valaki, aki utána hajlandó ebben járni. Nem csak ugyanúgy visszamenni az előző életében, mondogatni a dolgokat, meg ugyanúgy élni, mint addig, csak azt hinni, hogy ő jó úton jár. Azt akarja, hogy valaki kikutassa, keresse, és aztán úgy éljen. Mint ahogy Noé, nagyszerű példa arra, Noah, ami történt. Megmondta neki, hogy építs meg a bárkát, hagyott neki még arra 150 évet, és utána jött el csak az özönvíz. Ha Noé nem kezdi el építeni azt a bárkát, nem lett volna kész, azonban még az özönvíz nem volt ott, neki el kellett hinnie azt, hogy az el fog jönni, különben abba hagyta volna. De nem, hanem elkezdte, megcsinálta, és csak azután igazult meg. Hiszen csak azután látta azt, hogy ez valóban úgy van. De a hit az, ami elsősorban számít természetesen. Azonban ez megnyilvánul a cselekedetekben. Ugyanúgy, ahogy itt írja, hit által engedelmeskedett Ábrahám. Az engedelmeskedni az egy cselekvés, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván hova megy. Nem tudta, hogy mi az, ami történni fog, de hit, és kiment. Ha nem megy ki, akkor nem örökli azt a területet. Ha valaki nem a törvények szerint, nem az instrukciók szerint jár, mint a sabát, akkor az hiába mondogatja, hogy én hiszek, ha egyszer nem csinálja, az hiába mondja, hogy én hiszek, ha egyszer nem néz utána, hogy mi az, amit ő elvár, amit Jahova elvár attól, aki őt követni szeretné, aki része akar lenni ennek a szövetségnek. Nézzük tovább, miről ír Saul. Tudnillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közén jöttek, hogy kikémlejék a mi szabadságunkat, melyel bírunk a Mesiák Jehusában, hogy minket szolgákká tegyenek. Kiknek egy pillanata sem adtuk meg magunkat, hogy a jó hír igazsága megmaradjon számotokra. Akik belopózkodtak, azok a farizeusok, akik visszatértek, hiszen vissza akarták csábítani ezeket az embereket az ő útjukra, ami egy hit nélküli út, igazulás a törvények szerint. Nem beszélhet Saul a törvényről. Azért nem, mert többek között Tehelim 119.44.46 így szól, és megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké. Ez ugye Daud? És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg. Tágas téren jár, azaz szabadságot élvez. Hiszen aki így él, ez az igazi szabadság számára. Probléma az, hogy az emberek nem ismerik a törvényt egyrészt, másrészt pedig elfogadnak dolgokat, amiket hallanak másoktól, anélkül, hogy igazából utána néznének, vagy egyáltalán elgondolkodnának azon, amit beszélnek. Melyik az a törvény, amelyet nem lehet betartani? Melyik az a törvény, amely káros számunkra? Mert szerintem egyetlen egyet nem fog találni senki. Ez tágas tér, ez szabadság, ha az ember a törvényekben jár, hiszen akkor vele van a Teremtő, és akkor elkíséri egész életén át, és segíti, és tudjuk, hogy a helyes úton jár. Jákob az első fejezetben ugyanerről ír a 25-ös versben, de aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Azaz, hallgatni és cselekedni kell, mit a szabadság tökéletes törvényét. Ami pedig nem más, mint Jahua instrukciói. A Tanakh, a mózesi törvények, a zsoltárok és a proféták instrukciói. Ez a szabadság tökéletes törvény. A megigazulás kérdése az egy másik dolog.
az ember megigazul a hite által, hiszen hisz, cselekszi, és csak később fog eljönni, nem tudja az ember élete során, hogy oda fog-e kerülni, vagy sem. Azonban hisz benne, ez a hit az, ami megigazítja, hiszen ez cselekedetekben fog megnyilvánulni, ami oda vezet, hogy Elohimnek tetsző úton jár, de nem csak, hogy Elohimnek tetsző úton jár, hanem hogy megtartja azt az örök szövetséget, ami született Ábrahám fiai és ő közötte. Tehelim 105-ös fejezetből kiderül, hogy mi is ez a szövetség. Ő, Jahua, mi hatalmasságunk, az egész földre az ő ítélete. Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké, azaz mindörökké, az ő rendeletéről, melyet megszabott 1000 nemzetségig len. 1000 nemzetség még nem nagyon telt le, melyet Ábrahámmal kötött, és az ő Izsáknak tett esküvéséről. Ha mi Ábrahám gyermekei vagyunk, és 1000 nemzetség az, amíg ez a rendelet él, ez a szövetség, akkor ez még mindig életben van. És oda állata azt Jákobnak szabályul, Izraelnek örök szövetségül, az ő rendeletei, az ő szabályai, az a szövetség. Jakob második fejezetben így ír erről, mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj, és ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Nem azt mondja, hogy választhatsz, hogy megtartod a parancsolatokat, vagy nem, azt mondja, hogy ha egyet is megszegsz szándékosan, akkor már törvényszegővé lettél. 1 Jehukanon 3.4, 1 János 3.4, a bűn törvény megszegése. Visszautal a 10 parancsolatra, azaz visszautal a Torára, ahol megtudjuk az instrukciókat. Úgy szóljatok, úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. A szabadság törvénye mi? A Tora. Elohim instrukciói. Ez a szabadság törvénye. Ez az, ami megítéli az embert. Ez az, amiről Saul beszél, ez adja az ő szabadságukat. Ez az a törvény, mely szerint élni kell annak, aki azt mondja, hogy hisz, mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Azaz, cselekedni kell az embernek az szerint, ahogy ez a szövetség megköveteli, és ez a szabadság szövetsége, vagy törvénye, vagy instrukciói. A Mesiák egyértelművé tette, hogy ő miért jött, azért, hogy eltörölje azokat a tradíciókat, melyeket a farizeusok hozzáépítettek a törvényhez, és megmutassa az embereknek, hogy hogyan kell Jahua instrukciói szerint élni. Nem azért, hogy eltörölje ezeket az instrukciókat, és egyfajta törvénytelenséget hozzon a világba. Ez a jó hír igazsága. Ezért mondta, hogy ők egy pillanatra sem adták meg magukat. Ki fog derülni, hogy mire gondolt. Hatos vers, a tekintélyesektől pedig, bármi nők valának régen, azzal nem törődöm. Elohim nem nézi az embernek személyét, mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek. Sőt, ellenkezőleg, mikor látták, hogy én rám van bízva a körülmetéletlenség, evangéliuma vagy jó híre, mint Péterre a körülmetélésé, mert aki erős volt Péterben, a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között. 3 Mózes, Vaikra 19-es fejezet így szól, ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét, ne becsüld, igazságosan ítélj a te felebarátodnak. Erre utal Saul, mikor arról beszél, hogy Elohim nem nézi az ember személyét, és ő sem törődött azzal, hogy ki mit mond. A Jób 34-es fejezet így ír, aki azt mondja a királynak, te semmire való, és a főembernek te gonosztevő. Aki nem nézi a fejedelmek személyét, és a gazdagot a szegénynek fölében nem helyezteti, mert mindnyájan az ő kezének munkája. Azaz, végig mindenki számára egyértelmű volt, az, amiről Saul itt beszél, hogy nem nézi az embernek szemét Elohim, ugyanúgy, ahogy ő sem. A 8-as vers azt írja ugye, hogy aki erős volt Péterben,
A körülmetélkedés apostolságára az benne is erős volt a pogányok között. Ez ugye a mesiák, illetve maga a ruach, aki munkálkodik bennük, hogy elterjesztik ezt a jó hírt. A körülmetéletlenség jó híre és a körülmetélés jó híre csak egy referencia a két csoportra. Nem azt jelenti, hogy ő a körülmetéletlenséget hirdette, a másik meg a körülmetélést. Azt jelenti, hogy ahhoz az ember csoporthoz ment, amelyiknek az a tradíciója volt. A pogányok körülmetéletlenek voltak, míg a Yahudim, a déli királyság, akik uralkodtak Jeruzsálemben, ugye Yehuda, Benjamin és a Lévi vagy Livá egy része, azok körülmetélés hagyományát még megtartották. Ezért mondja azt, hogy ő azokhoz ment, akik körülmetéletlenek voltak, míg a másik azokhoz ment, akik körülmetéltek voltak. Nem azt mondta, hogy ő azt hirdette, egyszerűen megjelölte azt az embercsoportot. A lényeg azonban az, ami a 8. verszakban van, az pedig az, hogy ugyanaz munkálkodik mind a kettőjükben, az pedig nem más, mint a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, mely a Husák Másiák halála után jött el, mint egy vigasztaló. Ha ez munkálkodik bennük, akkor nem hirdethetnek két különböző jó hírt, és nem hirdethetnek eltérő jó hírt attól, amit a Mesiák hirdetett, és ő soha nem állította azt, hogy bármelyik törvény, beleértve a körülmetélést is, el lenne törölve. És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jákob, Kefás, Jahukonon, kik oszlopokul tekintetnek, bajtási jobbjukat nyújták nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között. Ugye a prédikájunk az hozzáadott. A lényeg azonban az, hogy ezek az emberek elismerték azt, hogy amit ő hirdet, az helyes. Akkor hogy lehetne az más, mint amit ők hirdettek? És tudjuk nagyon jól, hogy ez a kettő egy és ugyanaz kellett, hogy legyen, mint amit a Mesiák hirdetett, aki pedig az atya szava volt. Úgyhogy Saul nem változtatott meg semmit, csak egész egyszerűen félreértelmezik azt, amiről ő beszél. Hiszen ezek az emberek egyetértettek vele. Elfogadták az ő bajtási jobbját. Beleegyezésük jeléül. Ugyanazt hirdették a pogányok között, mint ők a Yahudim között, vagyis azok között, akik még tartották az instrukciókat. Mint a farizeusok. Ez a műsor, ami itt történt, ez a farizeusok között ugyanúgy hirdettetett. Hiszen nekik is meg kellett térni, meg kellett, hogy legyen a lehetőség. És sokan megtértek közülük, annak ellenére, hogy a legtöbben azt akarják hinni, hogy senki nem fogadta el az ő népe közül. Ez nem igaz. Hiszen az apostolok is elfogadták. Saul is elfogadta. Számtalan más példa van erre. Több ezren elfogadták, amikor mondta. Úgyhogy ők ugyanúgy elfogadták, ez a kettő egy és ugyanaz kell, hogy legyen. Úgyhogy érdemes megvizsgálni azt, hogy a félreértés akkor honnan érkezik. Csak hogy a szegényekről megemlékezzünk, amit is én igyekeztem megcselekedni. Ugyanezt tette a Mesiák is. Matityahu 9-es fejezet 9-11-ig így szól, és mikor Jahusa onnét tovább méne látta egy embert ülni a vámszedő helyen, kinek Matityahu vagy Máté volt a neve, és mondta, kövess engem, és azt felkelvén követi őt. És lőn, amikor ő letelepedik a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jahusával, az ő tanítványaival az asztalhoz. Arról beszél, hogy ne nézze az embereknek a személyét. Nem erről beszélt ő is, erről írt az előbb? Hogy mindenkivel foglalkozom, hogy mindenkiről megemlékezzen, hogy ez a jó hír eljuthasson mindenkihez, ugyanúgy, ahogy a Mesiák. Azonban a farizeusok látva ezt, mondának az ő tanítványainak, miért eszik ez a ti adonájatok a vámszerükkel és bűnösökkel együtt? Azaz mit keres ő? Ezért mondta, hogy megemlékezzen mindenkiről. Ne csak azokról, akik befolyásosak, vagy úgymond tisztának tűnnek. Szóval elmagyarázta azt, hogy egy és ugyanazt a tanítást hirdették. Nézzük, hogyan folytatja. Mikor pedig Kefa Antiókiába jött, szemtől szembe ellenállottam, mivel panasz volt őre.
Nézzük, mi ez a panasz. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakóbtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. Ami történt, az pontosan az, amit olvastunk az előbb, amiről a messiák beszélt. Ő együtt evett ezekkel az emberekkel, hiszen meg akarta mutatni, hogy azoknak kell az orvos, akik betegek. Láthattuk azt is, hogy a farizeusok azok, akik próbáltak elkülönülni, és azt hitték, hogy ők jobbak attól, hogy nem vállalnak közösséget, elfelejtkezve arról, hogy az ő feladatuk az lett volna, hogy a törvényt, az instrukciókat eljutassák mindenkihez, amit Jahusa csinált. Ő nem azt mondta, hogy nincsenek instrukciók, ő elmondta, hogy mik azok és hogyan kell azok szerint élni. És ez két külön dolog. Márkhoz vagy Márk második fejezet 16-17-ig így szól, és mikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt teszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, mondának az ő tanítványainak. Mi dolog, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik és iszik? Ugyanez lesz a probléma itt is, hiszen mit csinált? Ott evett, amíg meg nem érkezett a küldöttség, a tanítók Jeruzsálemből. Amikor látta, hogy ezek megérkeztek, akkor pedig elkülönítette magát és félrevonult, félvén ezektől az emberektől. Mit csinálnak ezek az emberek? Megítélik őket azért, mert együtt esznek azokkal. Erre értette azt, amit majd a későbbiekben leír, hogy hogy viselkedik. És mikor ezt hallja valahogy a húsa, mondanék én, nem az egészségeseknek van szükség orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívja a megtérésre. Azaz, aki az úton jár, aki követi azt, annak nincs dolga vele. Az van gondban, aki nem ismeri ezt az utat, vagy nem azon jár. Ilyen vagy olyan okok miatt. Ezért kell, hogy elvegyüljenek a tömegben. Ezért kellett, hogy elvigyék. Különben, máskülönben nem értik meg azok az emberek, hogy mit kellene csinálni. Ha csak egyfolytában egymás között vannak, akkor hogy jut el a jó hír a népekhez? És elsősorban Izrael népéhez, akik ugye ekkor már bűnösökként éltek, hiszen a törvény nekik adatot, ezért ők éltek bűnben. Hozzájuk kellett elvinni, de ha senki nem foglalkozik a bűnössel, akkor az nem fogja tudni megtanulni. Ez volt a probléma, amit Péter itt, vagyis Kefa elkövetett. És vele képmutatóskodtak a többi Jahudim is, úgy, hogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. Azaz Saul felhívja a figyelmet arra, amiről itt beszélt a mesiák. Hogy nem annak kell az orvos, aki egészséges, hanem a betegnek. És a bűnöst kell megtérésre hívni. És annak kell tanítani, hogy mi a jó hír, hogy mi az, amit tennie kell. Nem pedig egymás között kell ülni. Ezek a Jahudim, aki beszivárgott ide, ez az, akikről beszél itt az elején, hogy hamis atyafiak, akik kikémlelik a szabadságukat. Ezek a farizeusok voltak, akik megérkeztek a Galatában élőkhöz, és próbálták őket visszaterelni arra az útra, amiről Jahusa, a messiák eltávolította őket, hiszen megmutatta, hogy azok a tradíciók nem vezetnek eredményre. Ezek azok az emberek, akikre figyelmeztetett a messiánk. Matitjahu 23-as fejezetben így ír. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mit mond itt Saul, hogy képmutatóskodik velük? Miért? Azért, mert ugyanazt teszi, amire itt figyelmeztet. Megkerültek a tengert és a földet, azaz elkövetnek mindent, hogy egy pogányt jahudimmá vagy zsidóvá tegyenek. Miért? Azért, mert aztán ez hozzájuk fog menni az ajándékaival és minden mással. Ez az ő érdekük. És ha azzá lett, a Gehenna fiaivá teszitek őket, vagy őt, kétszerte inkább magatoknál. Miért? Azért, mert nem mutatják meg neki, hogy mi az élet, mi az út, még annyira sem, amennyire ők ismerik. Nekik az a lényeg, hogy egyel több alattvalójuk van. Ez volt a probléma velük. Ők alattvalókat gyártottak, ők maguknak megtartották a törvény ismeretét, hogy ezzel a hatalmat megtartsák maguknak. Ha valaki nem érti azt, hogy milyen társadalmi rendszer működött Jeruzsálemben, akkor nagyon nehéz megérteni azt, hogy mi volt az elsődleges probléma, amiért a messiák jött. És még Barnabást is elcsábították. Azaz a probléma az volt, hogy beszivárogtak, és szépen az embereket terelték vissza arra az útra, amiről a messiák próbálta őket elterelni. Ez az, amit megértett Saul, és látta. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak a jó hír
igazságához képest. Miért? Azért, mert nem a parancsolatok szerint jártak. Mi a parancsolat? Az, hogy ne nézz az embernek a szemét. Többek között. Azonban ők nem így jártak. Visszautal arra, ami maga az instrukció, a Tóra. Tetszik vagy sem, ez egy parancsolat. És mondd egy kefának minnyájok előtt, azaz mindenki előtt ezt mondja neki. Ha te Yahudim létedre, pogány módra élsz, és nem Yahudim módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy Yahudim módra éljen? Mit jelent ez? Azt, hogy ő úgy viselkedik, mintha Yahudim vagy zsidó lenne, hiszen annak adja ki magát, azonban mégis pogány módra él, hiszen nem tartja be azt a törvényt, amire figyelmeztet a másiák, vagy a mesiák. Nincs az, az, hogy ne nézd a személyét annak az embernek, illetve senkinek. Akkor miért kényszeríted a pogányokat, akik törvénytelenül élnek, hogy átvegyék ezt a szokást, ami szerint te most élsz, ami úgy akkor sem működött, meg soha nem is fog. Miért vagy képmutató? A másik az, hogy ők természetesen test szerint is Yahudim voltak. Ugye Yahuda vagy Júda törzséből származtak. Ezért mondja, hogy az vagy, akkor miért úgy élsz, miért kényszeríted őket, hogy úgy éljen, ahogy te sem élsz. Mi természet szerint Yahudim és nem pogányok közül való bűnösök. Tudván az, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem Jahusa, Masiákban való hit által. Azaz elmondja nekik azt, hogy azok a dolgok, amelyeket ők csinálnak, amelyeket ők hozzáadtak a törvényekhez, ami tulajdonképpen a törvény cselekedetei, mi az, hogy mosd meg a kezed, mosd meg így az edényeket, meg úgy, meg az összes többi, amiket ők kitalálgattak, ez a törvény cselekedete. Hogy lehetne a törvény cselekedete az, hogy tiszteld apádat vagy anyádat? Hogy lehetne az probléma, vagy hogy lehetne az probléma, hogy ne ölj, vagy hogy ne nézd a szegénynek a szemét, vagy ne legyél személyválogató, ezek hogy lehetnének problémák? Nyilván nem erről beszél. A törvény cselekedeteivel ő azonosítja azokat a dolgokat, melyeket ők kitaláltak pluszban ehhez az egészhez, amire felhívta a figyelmet a mesiák szintén. Jesia 29-es fejezet 13-as így fogalmazza meg ugyanezt. És szól Jahua, mivel e nép szája a közelget, és csak ajkaival tisztel engem, ugyanúgy, mint a farizeusok itt. Ők csak egyszerűen úgy tűntek, minthogyha ők azon az úton járnának. Csak úgy tűntek, úgy néztek ki, mintha ők az utat járnák. Azonban akárcsak nagyon sokan manapság. Szíve azonban távol van tőlem úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőtt. Azaz az, amit ők kitalálgattak, hogy azt mindenkinek meg kell tartani. Ez a törvény cselekedete, ez a hiába valóság. Nem hinném, hogy bárki tud találni az instrukciók között, a Tora között olyat, ami törvény cselekedetének minősül, vagy ami esetleg káros lenne bárkire nézve. Úgyhogy erről nem beszélhetett Saul. Ő arról beszél, amit ők kitaláltak pluszba. Ezek a törvény cselekedetei. Egyrészt, másrészt az, hogy csak csinálni ezt az egészet mindenféle szív hozzáadása nélkül. Úgy, hogy az ember szelleme nincs benne az egészben. Ha az benne van, akkor természetesen hit által él. Akkor hisz a mesiákban, akkor úgy él, ahogy ő élt. Tehát a mesiában való hitből és nem a törvény cselekedeteiből fog az ember megigazulni, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Akármelyik törvényre is gondol, nem azt mondja, hogy a Tora el van törölve. Arról beszél, hogy a törvény cselekedeteiből nem lehet megigazulni. A farizeusi törvények, a hozzáadott törvényekből semmiképpen, az állatáldozati törvényből sem lehet megigazulni, hiszen az nem működött. Elmondja
Zsidókhoz Ávri 10-es fejezet, mivel hogy a törvényben a jövendői jognak árnyéka nem maga a dolgok képe van meg. Milyen törvényben? Amiről itt beszél, a törvény cselekedetei az áldozatok. Ez az, ami nem képes megigazítani az embert. Elmondja itt, esztendőként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozat. Miért? Azért, mert ha működött volna, akkor nem követtek volna el bűnt többé, és nem kellett volna többé áldozat. Akkor egyszerűen csak kihalt volna ez az áldozás rendszere, a törvény cselekedetei. Azonban nem így történt, hiszen továbbra is folyamatosan azt csinálták. Sőt, átment az egész egy ilyen áldozatba. Csinált mindenki, amit akart, megtudta, hogy mi volt az ára, elvégezte az áldozatot, viszlát, folytatta tovább az életét ugyanúgy, de nem változott meg. Ez az, amit meg kellett változtatni. Ez volt a törvény cselekedete. Az, hogy nekik ezt folyamatosan meg kellett tenniük. Ez az, ami nem működött. Ezért mondta, hogy el kellett, hogy jöjjön a Mesiás. El kellett, hogy jöjjön ahhoz, hogy megmutassa, hogyan kell élnünk, hogy ő legyen az a tökéletes áldozat. Hiszen különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult, áldozók többé semmi nemű bűntudata nem bírtak volna, azaz nem követtek volna el bűnt. Megtisztultak volna, azonban a törvény cselekedeteiből, mi a törvény cselekedete? Az áldozat nem igazult meg senki. Miért? Mert nem volt képes. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Ezért kellett a tökéletes áldozat, ami eltörölte a bűnt, elküldte a vigasztalót, hogy megmutassa, hogy hogyan kell élni bűn nélkül azután már. Erről beszél Saul neki. Erről a törvény cselekedeteiben. A törvénynek nem az a cselekedete, hogy valaki nem szídja Jahuát, vagy nem szidja az anyját, vagy nem ver meg akárkit, akivel problémája van. Ez nem a törvény cselekedete. A törvény cselekedete az áldozat törvény és a hozzáadott dolgok. Mi az, amit akart Elohim? Azért a világba bejövetekor így szólt, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Ő nem az áldozatot akarta, hanem az, hogy cselekedjem, ó Elohim, a te akaratod. Azt akarta, hogy mindenki úgy éljen, ahogyan ő akarja. Ez volt az, amit Jahua, az atya mindig is szeretett volna, hogy úgy éljünk, ahogyan ő akarja. Mi ez az akarat? Tehelim 49-es elmondja, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én hatalmasságom, a te törvényed a keblem közepette van. Ez az ő akarata, hogy ott legyen a mi törvény. Erről beszél Saul is. Törvény cselekedete az áldozati törvény volt, illetve a hozzáadott farizeusi törvények. Ezek voltak a cselekedetei a törvénynek. A törvény maga az egy külön fogalom. 17. Ha pedig Mesiákban keresvén a megigazulást, mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Mesiák bűnnek szolgája é. Távol legyen! 17-es versben elmondja, hogy amennyiben Mesiákban keresvén a megigazulást, mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Mesiák a bűnnek szolgája é. Távol legyen! Azaz, ha mi átállunk erre az útra, és megértjük azt, hogy mi bűnösök vagyunk, az Mesiák hibája-e? Természetesen nem. Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Ha visszatér arra az útra, amit eddig is követett, úgy, ahogy Kefa vagy Barnabás visszacsúszott arra az útra, és ott képmutatoskodott a farizeusokkal, akkor saját magát sodorja azzal a bűnbe. Ha újra visszatér ahhoz az úthoz, hogy a tradíciókat követi, hogy az állat áldozati törvényeket választja inkább, mint a Mesiákban való hitet, akkor újra bűnbe sodródik. El kell, hogy dönts, hogy melyik úton halad tovább. Így a törvény, Elohim törvény, az instrukciók megmutatják neki, hogy ezek a törvények már nincsenek érvényben. Annak meghalt annak a törvények, és ez által tud Elohimnek élni. Azáltal, hogy ott hagyja azt a törvénycsoportot, az áldozati törvényt, illetve a hozzáadott törvényeket, azokat elhagyja, és így már képes Elohimnek élni. Ezt a törvény mutatja meg neki. Mesiákkal együtt megfeszítetem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Mesiák. Azaz az ember, hogy az újjászületést írja le gyakorlatilag, azt a fajta újjászületést, amit mindenkinek át kellene élni. Az, hogy az ó ember meghal,
És ezek után a Messiák szelleme él az emberben. Az a vigasztaló, melyet az Atya küld a Messiák nevében, a Ruach HaKodesh, ez él az emberben, amely életet pedig most testben élek, azaz, amit utána folytat tovább, Elohim fiában való hitben élem, úgy éli le, hogy hisz a Messiák áldozatában, tehát nem a törvény cselekedetei, az állatáldozat és a hozzáadott törvények által él, hanem a Messiák áldozata által, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Az az áldozat az, ami az embert megmenti. És amikor abban hisz, akkor a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem vezeti őt, és onnantól kezdve a törvény szerint fog élni. Hiszen aki törvénytelenül él, azt nem vezetheti az a Ruach, ami az Atyától jön. Ezt a kegyelmet nem törli el azzal, hogy úgy viselkedik, mint ahogy ezek, hogy visszamennek ahhoz, mert ha a törvény által van igazság, akkor tehát Masiák ok nélkül halt meg. Vagy az egyik törvény igazítja meg az embert, vagy a másik. Azonban láttuk, hogy az állatáldozati törvény és a hozzáadott törvények nem képesek megigazítani az embert. A Masiák áldozata az, ami megigazítja az embert. Az ember hisz abban, megkapja a Szent Szellemet, és utána az vezeti. És úgy él, és úgy cselekszik az Atya instrukciói szerint. Nem beszélhet az Atya instrukcióiról, arról, hogy azt eltörli. Természetes, hogy azoknak a GPS cselekedetei szintén a törvény cselekedetének minősülnének. Így összefoglalva ezt a törvény cselekedeteinek hívja. Ő azonban elsősorban az állatáldozat és a farizeusi törvényekről beszél. És a Messiák áldozat, a Messiák áldozatát el kell hinni az embernek, hiszen nem látta a legtöbb ember. Ezért ez hitet igényel. Aki hisz ebben, az utána úgy fog élni, hiszen a Szent Szellem azt támogatni fogja. Ezért mondja, hogy vagy ezt csinálod, vagy azt. Vagy ott ülsz azokkal a bolondokkal, és képmutatóskodsz, de akkor nem a törvény szerint élsz, vagy a szeretetből, vagy pedig elkezdesz azon az úton járni, amit a Messiák kijelöl. A két áldozat közötti különbséget próbálja elmagyarázni az embereknek. Hogy hogyan kellene az instrukciók szerint élni a Ruach HaKodesh vezetésével. Nézzük meg, hogy mit ír az Atya instrukcióiról 5 Mózes Debarim 17-es fejezet 19-20-ig, és legyen az őnál, a lévitáknál, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni Jahuát, félni, a te hatalmasságot, megtartsa a törvénynek minden igéjét, e rendeléseket, és azokat cselekedje. Fel ne fuvalkodjék az ő szíve, az ő atya fiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól jobbra, vagy balra, miért? Azért, hogy hosszú ideig éljen az ő országában, ő és az ő fiai Izraelben. Azaz hosszú életet biztosít számukra ez a törvény. Miért kellett volna eltörölni? Debarim 6-os fejezet így szól. Ezek pedig a parancsolatok, rendelések, végzések, melyek felől parancsolta Jahuá, ti hatalmasságotok, hogy megtanítsam azokat néktek. Mósé beszél. Hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmenőben vagytok, hogy bírjátok azt. Miért? Hogy féljed Jahuát, te hatalmasságot. Miért? Hogy megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, melyeket én parancsolok néked. Mi lesz akkor a te és a te fiaid és a te unokád teljes életedben, hogy hosszú ideig élhess? És hogy megcselekedjed, miért, hogy jól legyen dolgod, hogy igen, megsokasodjál a teljen mézzel folyó földön. Ez az eredménye annak, ha az ember a parancsolatok szerint él. Hogyan? Szeressed Jahuát, a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Miben nyilvánul meg az, hogy ez ígik, melyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Ugyanúgy, ahogy Zsoltárok 40-es fejezet elmondta. Mindenki erről beszél, Saul ugyanúgy erről beszél, csak ő az ő sajátos módján. És megparancsolta nékünk ugyanitt 24-es Jahua, hogy cselekedjünk a rendelések szerint, féljük Jahuát, ami hatalmasságunkat, hogy jó dolgunk legyen teljes életükben, és megtartson minket az életben, mint a mai napon. Azaz, mi a következménye annak? Még mindig a jó élet. És ez lesz nékünk igazságunk, mert ez az igazság, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk minden parancsolatokat Jahua előtt, a mi hatalmasságunk előtt, miképpen megparancsolta nekünk, az ő parancsolata, az igazság, ez az élet, ez az egésznek az alapja. Ezt mondja Saul neki, hogy amennyiben
elszakadnak végre attól, ami nem működött, ami egy átmeneti megoldás volt, és elfogadják a hitet, akkor onnantól kezdve ebben fognak tudni járni, hiszen a Szent Szellem elvezeti őket majd erre. Azonban erre szükség van a hitre. Ehhez szükség van a hitre. Ha újra visszatérnek oda, hogy elkezdjük a törvényeket, az áldozatokat visszahozni, azokat, amiket ők hozzátettek, átmennek arra a GPS életmódra, amit eddig folytattak, akkor nem fog működni. A törvény által ez nem fog működni. Azon törvények által. Misli, példabeszédek 6.23 ezt írja, mert szövétnek a parancsolat és tudomány, világosság, életnek úta a tanító feddések. Azaz a parancsolat az, ami vezeti az embert a világban, akkor Saul nem beszélhet erről. Hiszen tudjuk, hogy ez az igazság. Tudjuk, hogy ez a tudomány, ez az értelem, ez a bölcsesség, ez a hosszú élet titka, ez egy áldás. Akkor itt nem beszélhet erről. Itt az ő törvényeikről beszél, és a hozzáadott törvényekről. Azokról, amikről ír Zsidókhoz 10-es fejezet. Azonban van az egésznek egy spirituális vagy szellemi aspektusa is. Az embernek teljes erejéből, teljes szívéből kell e szerint élnie. Ez az, amiért el kell fogadni a messiák áldozatát. Erre nem volt képes az állatok vére, meg azok a fajta áldozatok, amelyeket ők ott összehoztak. Az ő saját törvényeikről nem is beszélve. Salomó vagy Salamon a példabeszédek Misli 13-as fejezet 13-as versében így ír. Az igének, az Elohim szavának megutálója megrontatik, aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi. Akkor hogy lehet az, hogy itt Saul a törvényre azt mondja, hogy az nem kell betartani? Természetesen, hogy nem arról beszél. Egy másik törvényről beszél, illetve egy másik fajta szellemről beszél. Ha az ember egy más szellemben követi ezt az utat. Igazából ehhez nem is kell ismerni az akkori történelmet, hiszen a messiák egyértelművé tette azt, hogy mik azok a törvények, amikről ő beszélt. Ők a farizeusi törvényekről beszélt, illetve az állat áldozati törvényekről beszél. Az, hogyha ez az atya törvényét GPS-en csinálják, az csak egy adaléka ennek az egésznek. Itt nem arról a törvényről van szó elsősorban. Hiszen az a törvény maga az igazság. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!